Egy kis bemelegítés, majd ünnepélyes megnyitó, és kezdődhet is az újabb forduló. Immáron második alkalommal adott otthon Bodrog keresztúra az országos junior tekbal bajnokság soron következő fordulójának. Az elmúlt hétvégén is igazán különböző korosztályt képviselő fiatalok mérték össze sportbéli képességeiket. Ez alkalommal is voltak egészen ifjú sportolók és lányok is, akik vállalták a megmérettetést. Maga a versenyrendszer az teljesen új, hiszen a nyáron alapult meg az Országos Tekbol Szövetség, amely létrehozta ezt a bajnoki rendszert. 6 fordulóból áll, nyáron már elkezdtük júliusban, és egészen decemberig tart a sorozat. Most ugye az 5. fordulónál járunk jelen pillanatban. Maga a sportág az szintén új keletű, Magyarországon azért már évek óta működik, de hivatalos versenyrendszer az ettől az évtől van. Mi pedig itt Tokajban, itt Tokajhegy alján 3 éve kerültünk kapcsolatba ezzel a sporttal, azóta versenyzünk benne, szervezünk eseményeket, és természetesen tartunk edzéseket benne a résztvevők számára. A lényeg az, hogy egy olyan sporteszközön játsszák, amelyet teljesen magyar találmánynak minősítünk, 100%-ban magyar találmány. Ugye ez egy hajlított asztal, egy hajlított pingpongasztal, amelyről most beszélünk. Nagyjából a labdarúgás, a láptenisz és az asztaltenisznek az ötvözetéről beszélünk gyakorlatilag. A legutóbbi fordulóban összesen 12 versenyző nevezett. Volt, aki Győrből vállalta a hosszú úttal járó megpróbáltatást, hogy részt vehessen a Bodrogkeresztúri versenyen. Az országos junior fordulókban nyertem már többször is, első helyen végeztem, és azért választottam ezt a sportágot, mivel a foci mellett úgy érzem, hogy ez nagyon fontos, mivel sok technikát javít, és így ezt lehet hasznosítani a futballban is. Hát egyértelmű, hogy nyerni szeretnék, ha már eddig elutaztunk, tehát mindenképpen győzni szeretnék. A bajnoki szezon az úgy működik, hogy pontokat lehet szerezni minden egyes versenyen. Az itt szerzett pontok összeadódnak, a 6 forduló után pedig egy összesített ranglistát kapunk majd, ami alapján országos bajnokot hirdetünk junior kategóriában. A lényeg az, hogy minden versenyen a lehető legtöbb pontot gyűjtse az adott versenyző, és ezáltal minden jobb helyen végezzen majd az országos bajnoki tavalán az év végén, decemberben. Reméljük, hogy ez jövőre folytatódni fog majd hasonló keretek között. Én focizok, és hogy egyrészt nagyon sokat segít a tekból ebben a játékban, és sokat tesz a fociért. Meg ugye ez olyan, mint a tenisz, csak lábbal játszuk, és egy picit mások a szabályok. De a fociban nagyon sokat segít. A verseny szervezői és a sportolók is elmondták, bár fontos volt az eredmény, az, hogy ismét együtt lehettek, ugyanolyan fontos volt számukra.